Műsorunk együttműködő partnere a Lisztes Trans. Bontjuk, visszük, építjük. Sziasztok, megint itt vagyunk, 18. forgatási napunkra. Az északi régióból hívtam három vendéget, és egyet Budapestről, és gyakorlatilag a fejbe számolom: öt abszolút magyar bajnoki cím ül az asztalnál, és egyébként megszámlálhatatlan mennyiségben a kategória bajnoki címek. De, hogyha bemutatom a vendégeimet, akkor tudni fogjátok, hogy hogy jöttek ki ezek a számok. Turi Tamást mutatom be elsőként, Szia Tomikám, 2004 abszolút magyar bajnoka vagy, ugye azt kerékpistivel nyerted egy skoda Octavia VRC-vel, Tótimi, 2000-2001 és 2002 abszolút bajnoka, mind a hármat ifjabb Tóth János mellett nyertétek, ugye? Igen. Spitzmüller Csaba, Spicikém 2008 nosztalgikus év, egy gyönyörű-gyönyörű Mitsubishi Lancer vrc 05, az volt a típusa? Igen. Egész pontosan? Oda. Igen, akkor nyertél. És hát Pisti, te pedig 1987-88, jól mondom? Igen. Hát ez nem ma volt. Nem. A9, ugye akkor még úgy hívtuk azt a kategóriát, ahol az 1003 álmos Igen. adákkal mentetek, ott lettél kétszer egymás után bajnok. Igen. A budapesti volán színeibe. Így No, hát köszöntelek benneteket itt Pécsre. Itt annyi bajnoki cím, annyi sztori, annyi történet, annyi esés van, de hát ne azzal kezdjük, hanem azzal, Tomi, hogy te hogy kezdted, én pedig úgy tudom, hogy két keréken még hozzá salakmotorral. <laughs> az hogy jött? Hát az... nyilván, nyilván ott Miskolc környéken ez egy óriási sportág volt. Ez úgy jött, hogy volt egy verseny, és bementem Simpsonnal. Persze, mert azzal közlekedtem mindig. Bementem, és egy kerekezgettem uh -huh. ott a nézőtér háta mögött konkrétan, és kiszúrta a lengyel edző. egy lengyel edző volt akkor a Miskolcom, és két nap múlva megkereste a szüleimet hogy mindenféleképp szeretné, hogyha kivinnének és kipróbálhatná, hogy mit tudok csinálni. Az első edzésen kaptam motort, mert nagyon sokáig, nagyon sokáig ott csak tologatták a fiúk, akik ö, oda kerültek, és első edzésen kaptam motort, kaptam ruhát, mindent kaptam igazából. Aztán, de hát annyira nem voltam sikeres benne inkább. Megmondom az őszintén, tudom, hogy, ez hogy... Tehetséges volt, <laughs> egy ilyen? Nem, hát... Nem? Lehet, hogy az lettem volna, de egy kicsit féltem tőle. Uh -huh. úgy milyen volt ott, ez belülről? Mert, mert nyilván mi annak idején a tévékben, meg a Miskolciak, meg Nyíregyháziak azok tudták helyszínen is nézni, de ez, ez milyen volt már? Egyenes és már döntötted jócskán előtte, és csúsztatni persze, végig a többi mellett. Furcsa volt, és nekem úgy elsőre ott bele tanulni, nehéz volt egyből, neki is vertem magam a palánknak, uh -huh. hogyha egy kicsit ott elment a kedvem, úgyhogy... <laughs> Hát ilyen téli edzéseken utána nagyon sokat crossmotorral meg voltunk sziráckékkal. Úgyhogy edzőtáborba jártunk, és ott crossmotorokkal motorokkal próbálkoztunk, úgyhogy volt egy, volt egy tele, vagy egy tél, ahol rá tudtam készülni a következő évre. De annyira nem tetszett nekem, inkább, ott voltam, a műjégpálya, inkább korizni jártam sokszor titokba. Sem volt Ez tőle, is Úgyhogy a az mindig megjelent a szüleimnél, és panaszkodott, hogy nem voltam. De aztán eljött az az idő, amikor már közeledett az, hogy te, ha jól tudom, egy évkor kedvezménnyel megszerezhetted a jogosítványodat, igen. és... A... Igen, azt hiszem 17 éves voltam, nem már nem, 17. 17 akkor... volt abban az időben, igen. igen. Na mindegy, és akkor... és akkor egyből már már indult a versenyzése és szlalomban, ha jól tudom. Így van, Miskolcon volt a salakmódban, a DVTK DVT stadion mellett, körül én. egy ob slalom verseny, és azon elindultam. És milyen helyezést értél? Sikerült, helyzetért sikerült el... megnyernem. Adminást. Igen. De azt tudom hogy nem kaptad de meg. De a... Nem kaptam meg az első délt, mert egy éves jogosítvány kellett volna hozzá, úgyhogy. De azért leraktad a névényedet. Valamennyire. Mi te hogy keveredtél az autósport környezetébe, ahonnan azóta se tudsz kikeveredni? Nekem kicsit bonyolultabb volt. Én uh -huh. a Mátrában lakom, ott voltak salgóralik, meg egyéb más versenyek jártok fel a gyerekként, de egyébként nálunk úgy igazából sem a családban, sem a faluban nem versenyzett senki. Inkább csak furcsán néztek erre a dologra. Följártunk a Mátrába, akkor még néztük tátott az autókat, és de akkor uh, még BFTS-ek, gruppás autók mentek. Aztán uh, belekeveredtem abba, hogy egyszer, uh, hát mentem a főiskolára felvételizni, és uh, stoppoltam, hogy spóroljak egy kis pénzt, és a Veszprém-Barnáik vettek fel, akik mentek uh, le Nagykanizsára versenyre, ez 86-ban volt. hr rend. Mi munkát keresünk önnek, ön pedig minket. A megoldás? HR-rend. Munkaerőkölcsönzés és közvetítés belföldön is, Európában. HR-rend. Európai megoldás a munkában. És ugyanarra a főiskolára felvételeztem, ahol a mester úr. <laughs> és hát aztán föl is vettek, meg el is mentem versenyre, és a következő évben pedig annak a fiúnak, aki jó a versenyzett Butyka Gyurinak köberültem navigálni, hát tulajdonképpen viccesen azt szoktam mondani erre, hogy hogyan lettél navigátor, én tudtam írni meg olvasni. Aztán... <laughs> de egyébként hogyan lettél navigátor, tehát mennyi alapismereted volt akkor, amikor először neki diktáltad az itinert? Hát korábban már jártunk föl, meg próbálkoztunk vezetéssel, viszonylag az is ment, de aztán így a navigátorság mellett maradtam, ami egy picit jobban ez a szervezés, meg egyéb más dolgok jobban tetszettek benne. Meg, nem tudom, én nem vagyok. Soha nem volt olyan ambíciót, hogy átülj a bal egybe? Nem. Egyébként jól vezetsz, úgy tudom. Nem, 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 nem szoktam vinni a pilótáimat. <hállt> <hállt> Most is útközben azt hogy nem cserélnénk helyet. <hállt> hát, <hállt> nem nem. <kellett> időre. <hállt> <Ilyezges. hállt> és igazából ez, ez megmaradt, ez a navigálás, akkor még egy kicsit jobb volt ez az előkészületek. A, egy idő után a főtaxiban a következő évben, akkor még <laughs> volt ilyen utánpótlásképzés Csizma Dél Gabi bácséknál, ahol nagyon sokan uh, tanulták ki akár a ralit, akár a, a vezetést, akár a navigálást. Jártunk versenyekre, <laughs> tártot szájjal néztük pistéket ugye akkor mentek. <laughs> és uh, ők azt hiszem, hogy a, a, az A9-es géposztályban volt akkor ugye a Bense túri Report Gabi, most... Csaták Hutter Ivánnal, igen, így van. Igen, Hutter Iván volt még a Nagy király. másik vonános, mi <laughs> <én> pedig <laughs> uh, Széria Zsigolival mentünk utána, én Ginivel versenyeztem utána, igen, igen, Bocsikkal, igen. Takipalival. <laughs> igen, igen. Na, innen folytatjuk, mert Spici, szerintem az asztalnál ülők közül te vagy egyedül, aki ment Trabanttal, mert te azzal kezdted, ugye? <gül> azzal. <gül> És ez, ez hogy jött össze egyébként? Tehát Te például hogy kerültél? Te ugye autószerelő vagy, ha jól tudom. Igen, is. az a végzettségem, és az egyes számú középiskolam is Miskolcon az egy ilyen fertőzött közeg volt, nagyon sok versenyző, a Havasi, Tomi járt például oda a suliba, és akkor még nem volt VHS videó sem, amikor mi suliba jártunk oda, és a, a Veszprémű Barnáék, akkor a, az Ivánszkiék, tehát jöttek át, és még a Paha Erpeti még akkor versenyzett, és ilyen 8 mm-es filmen néztük a, a dolgokat, úgyhogy nagyon messziről jöttünk, messziről kezdtük, és akkor ott volt egy ilyen lehetőség, hogy el lehetett menni szerelni a szerelőnek, Igen. és akkor elmentem a barnaikhoz én is egy pár Igen. versenyre, a meg utána a, a Havasséknak szervizeltem. És közben közbe igazából azt kevesen tudják, hogy én is navigátorként kezdtem. Igen? Igen. Ki mellett? <laughs> hát egy osztálytársam volt, neki korengedménye hamarabb lett meg a jogsia, jogsia? nekem, és akkor volt egy ilyen felszabadulás kupa ott Óz mellett egy ilyen kis faluba, egy ilyen, semmilyen tréfarépa verseny, és akkor ott beültem mellé, mert nem volt, aki beüljön menni, úgyhogy egy varbulgarott kalimpátrába var vissza, igen. <laughs> De te akkor másik már két üteművel kezdted, ugye a travant, amit a ajándékba kaptál ott az elején? Most hát érettségére a kaptam szervizet? a szüleimtől, igen. igen, igen Családi robantot megkaptam érettségre, és én azonnal neki is láttam átalakítani, és már abban az évben tudtam is menni. Bár két éves jog kellett, de egy picik is segítséggel sikerült részt vennem a futamon, de ugyanúgy jártam, mint Tomi, hogy nem voltam értékelhető. Értem. István, azt hiszem, hogy a te pályakezdésed egy pizsamához köthető, ha jól én emlékszem. Igaz. Na ez, ez, ez hogy egy, volt, ez mert ez egy egy nagyon aranyos kis nagyon történet. A szüleimnek volt egy kis nyaralójuk Adiligeten. Ez a kettő per gyakorlatilag egy zöldövezet a Nagyrét környéke. Fiatalos, lendületes, jól terhelhető csapat, korszerű technológiai felszereltség, magas minőségi normák, földmérés, mérnöki tevékenység, tanácsadás. Ott eu földmérő KFT. Forró nyári este volt nem tudtam aludni, és hallottam meghatározhatatlan hangokat a környékről. De olyan hangosak voltak az autók, mint kiderült az autók, hogy azt hittem, hogy két saroknyira vagyok. Mondom, elszólok egy cigit, és megnézem, hogy Liter, De 14 fél. éves volt akkor nem, még csak. Nem, nem, Több? Nem, 11 néhány éves. Ő, és elszív egy A hát, 14 éves korom óta ezt majd kivágják a rekrál, Lényeg a lényeg, hogy hát azon kaptam magam, hogy átvágtam az erdőn, és a, a nagyrét csücskébe indult a szép gyorsasági ahol a, a Ferjánsz tartotta annak idején a rekordot 1.44-el, ennek később még uh -huh. jelentősége lehet. És azon kaptam magam, nem voltak sokan, de egy 20-30 ember állt a rajtba, és azon kaptam magam, hogy világosodik. És ott álltam, mondom, hogy Jézus Isten, biztos azt biztos hogy valami elmebeteg vagyok, uh -huh. pizomába az erdőszél, az utolsó trabantot rajtoltatták. De ott eldőlt a sorsa majd uh -huh. a pillanatban. És hát izgatott a dolog, nem volt nehéz kitalálni ugye a Kordatikról egy nemzetközi futamon. Igen, igen, három, igen. Körülbelül három vagy négy szálloda volt Budapesten, Na, ezeket körbejártam, és feküdtem a kocsik alatt, ilyen 850-es kupé fiátok, meg ilyen technikák voltak, hát ugye a, a, a Gordini kivételével, tehát nem volt egy olyan ö, 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 autópark, mint napjainkban. De hát ez nekünk akkor egy óriási Persze. dolog volt. Tehát e, itt a sorsom eldőlt. Igen, a jól puskázok, ez ilyen 1973 Úgy én valahogy igen. 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 És akkor volt az is, utána nem sokkal, hogy már te is elkezdtél ezzel a dolga próbálkozni még hozzá, hát, otthon, hát, meglovastottad a Volkswagen Bugárt. Igen, bugár ilyen. Igen. <laughs> visszatérve, tehát vannak itt hasonlóságok. 1973. augusztus 25-én kaptam meg a jogosítványomat, korengedélyet 17 éves koromban. Tehát, de ezek nem véletlen ezek nem. Úgyhogy... Hát először ezek... De a ebben nem támogattak ebbe a törekvésedbe, hogy, hogy is motorozni sem engedtek. Én szerettem volna a motort, tehát valószínűleg már nem élnék. Tehát például uh -huh. itt valamit, hogy... Ennek a gyereknek Ez ilyesmit szépen. a kezében nem adunk. Szépen. Lényeg a lényeg, hogy életem első borulására már nem kellett sokat várni, mert 75. április 5-én sikerült a Mátra kupán föl billenne. Méghozzá etapon. De hát ennek nincs ma már különösebb jelentősége, csak... De nem is tudták az szüleit, hogy elvitted a Volkswagen Mindig volt ami fedő történet, hogy a barátnőm nem megyek kirándulni. Hát kicsit nehéz ott megmagyarázni, mert nem volt oldal az autó. Azt hittem, hogy barátnőd. Mátra, az, még csak akaszt. Mátra lecsúsztunk az oldalán, úgyhogy a kilincset a mai napig elraktam, ami mementóként. Igen. No, hát akkor belekezdtünk a dolgokba, mindenkinek tartunk a pályafutás elején. És Tomi... volt az első VHS videós, hogy emlékszel az ivádék, amikor mentél a piros sárkával, csak mondta, hogy 8 mm-es film, hogy akkor volt a VHS videó, Aha. és az ivádi Tomi az beült Így a versenyautóba, csapkodott a bukócsövek között. Ott az volt a gond egyébként, soha nem volt a híve ennek egyébként. Mindig az volt a nyitóképe, igen életveszélyes, és az volt a gond, hogy az Ivádi Tamás... Hát ő egy személyben volt a belső kamera. Úgy van, tehát azért kapaszkodni meg, hát a kollégák azért biztos tudják, hogy egy robogó autóba ülés minden nélkül kamerázni nem egy egyszerű mutatvány, egy cirkusz adat. És az Ivádi Tamás ráadásul volt 110-120 kiló. Tehát ezt, ezt, én meg nem kalkuláltam be hülye módon, és kétszer voltunk árokba, úgyhogy épp hogy kijött ugye, mert a súlypont hátra került, tehát az, ez meg komoly tömeg volt. Otorról üzentek, vagy? vagy ez, azt hittem, hogy ezt kell. Nem, Oszberg. <síns> ja, jó, oké, üdvözljük. No, Nézi. Tomi. Nézi? <síns> 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 Azért, a Telefonja. <síns> Na, ez jó. Volt. Tomi, vagy kedves testvéreddel elkezditek a közös pályafutást. Hát én úgy tudom, hogy először ő vezetett. Így van, pontosan az előbb, pont erről nem beszéltünk, de. <laughs> Igen, és aztán jött az erőszakos helyi Ő kezdte ezt az egészet, én úgy cseppentem bele ebbe az egészbe, hogy én mindig ott voltam belük és mivel a szüleim autó szerelő műhelyünk volt, lakatos, fényező, minden komplette és igazából itt nőttem fel. És a tesó már elkezdett versenyezni, és Igen, akkor én mentem velük pici gyerekként. Uh -huh. És akkor én álltam le a trailer, meg így cseppentem bele igazából ebbe az egészben. És mennyire könnyű szívvel adta át neked a bal egyet, a kormányt? Hát euh, igazából már nem, meg nem mondom, hogy hol volt ez konkrétan, hogy hol döntött úgy, hogy, 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 inkább, Csak hogy, inkább, írani. hogy, inkább, <gül> <gül> hogy inkább vezessek én, de, de több versenyen indultunk együtt, aztán az eredményeket jobbnak látta az enyémet, és akkor úgy gondolta, hogy inkább akkor beülne navigálni mellé. Hát nem tévedett sokat, mert ugye nem is kell sokat menni, ahhoz elindultatok, hogy a Rally 2-es akkor így hívtuk, igen. és meg is nyertétek. Dolgozó szállítás, buszrend. Csoportoknak, buszrend. Rendezvényekre, buszrend. Komfortos és környezetbarát járművek, buszrend. Ez nem kérdés. Igen, rögtön magyar bajnokok lettünk, igen. 1986 ba Jól mondja? Igen, 80. Tudnotok akkor... kell egyébként, azért cukkolom állandóan. És itt volt Pécsen az utolsó futam. Mert a, a Zimi, a, 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 hűséges navigátortárs, ő az a két lábon járó lexikon, aki minden tudta más, hogyha Időpont. elakadnánk az adatokba, az évszámokba, a statisztikákba. Akkor még Lacival ment, 86-ban, ugye itt lettek Pécsett bajnokok, és utána ment Mert a Laci évékkal érdekesen nézték, hogy mik azokat érogatnak az emberek, ilyen ketteseket, hármasokat. Igen, de egy év múlva már a Nyíregyházai klubban voltál Dózsába, Rally 2 mert ebben már minket helyre rakott az imi. De ott még a tesóval mentél, vagy már rajta is annyi érkezett? Nem. Ott még a ment a Jó, ez fölteszem mindig a kérdést a Tominak, így mi megvan a szója. Azért mondtam, hogy az időpontokban sokkal jobbak, mint és akkor onnan jött egy visszautasíthatatlan ajánlat, ami viszont egyenes út volt neked a rally egybe, méghozzá Kaposvára, az Elastic esébe jöttél van. át. Ugye itt ült nem régen ezen a széken Vojcsi Golyó, és elmesélte ezt a sztorit, és Igen? <laughs> Igen, hogy az átigazolás Igen. hogy történt. Mert először ő volt, aki választott, csak nem mehetett, meg ki kellett egy évet várnia. Ja, hát, erre már nem emlékszem pontosan, hogy <laughs> Feri volt. a lapkiadónál. Ott így Mondja, volt a lapkiadónál, és uh, akkor még voltak ilyen állami autók. Igen. És aztán uh, nem engedték el Tominak, meg uh, annyira egy házival nem volt szerződés, hogy a <laughs> Rally és akkor a, az Elasztik indította egy nagyon uh, erős, jó csapatot Szántó Laci bácsi, Így van. meg Budai Béla vezetésével. És, uh, és akkor nem ment ott egy kockával. Igen, igen, de ott egy, már a Sanyival. Egy ay autót, igen. Igen, igen. igen. És, és mindjárt elég jól kezdtetek szerintem. Bélának az autóját kaptuk meg, uh -huh. de igazából megkaptuk hozzá a kerekeket, mindent, úgyhogy rögtön az első versenyen a Salgó Rani kizártak Kizárt. minket. <laughs> igen, a hegesztett felni, ugye? Szélesek voltak a felnik, nem feleltek meg, úgyhogy mindent úgy kaptunk, de hát ez van, utána meg lett oldva minden, következő futamokon már jók voltak a felnik is. És nyertetek is ennek az Egyesületnek a színeiben kategória bajnoki címet, ugye? Tehát azért gondolom meg voltak veled elégedve, tehát akár egy valóban jó igazolás voltatok. Persze, persze. Jó volt, megtettünk mindent, úgyhogy jó volt az autónk, és igazából ha nem estünk ki, akkor nyertünk. Szintén itt volt már műsorban Tóth Gidi Ferenc, és ő mondta, hogy az első komoly évetek, legalábbis én azt hiszem, az volt, amikor te beültél Giri mellé, ugye? És a Suzuki-val mentetek. Nem, Ladával. Ladával Ladával mentünk. Igen. Még Tominak volt ez a nyíregyházi, amikor először kellett nevelési díjat fizetni. is volt Na, és csak ez... Mondjuk nézzél a nevelési díjat. Sokat nem kellett vissza rá, tehát akkor Tóth feri, azt hát mondjuk, ő, hogy Ladával ugye. kezded, ugye? Igen, tehát ugye a fő hogy fölkerültem, még akkor, amikor spicit trabantozott, akkor a Trexer meg ezek voltak, akkor uh -huh. de próbált összetartani a, a kis autós rally gyerekeket, és akkor a, én a német Zsoltival mentem, és a következő évben pedig a Gilivel mentünk kereklámpás zsigulival, pirossal. Uh -huh. Igen. Ez egy nagyon tanulékony év volt, mert uh, uh, akkor én mentem a Gilivel, a Volcsik uh, jött ebben a kategóriában, a Takácsi Palika a Tócsabával, ugye a Csaba akkor uh, nem nagyon ért rá tréningem a Vojcsiknak a navigátorosan, és akkor én voltam az ilyen Jolly Joker navigátor, ezek ültek mondjuk egy kerepes tarcsán a kocsmában. Ez egy jó jó, jó jelző egyébként, de, a... de szerintem ez az egész pályafutásodra elmondható, ez Igen, a Jolly és Joker, akkor Joker ajtennál, navigátor. Nekik kellett fölírni akkor ezeket a dolgokat, meg úgy egy, egy ilyen jó kis bandázás volt abban a kategóriában. Mondjuk volt olyan, hogy 75 kilométer három kerepes tartsa, háromszor 25 után 5 másodpercen belül volt négy autó, <coughs> ugye ott a palika volt szintén a volános, hát ott a volánosok nagyon nagy királyok voltak, mi csak így látott szájjal néztünk rájuk. <coughs> hát mi ugye mi y mi osztunk ők, meg a Michelinnek különböző változatét, amit el sem tudtunk olvasni, akkor hogy annyi betű. is volt, é, rajta, igen. Lajta, igen. golyó kifelejtett a takácsi palit ebből a szórásból. Nem, megemlítette, nem. beszéltünk takárcsak alíra, nem? nem? Hát ez De. mind különböző stílus volt. Le, le? megbeszéltétek? Most már így elmondható. HR-rend. Mi munkát keresünk önnek, ön pedig minket. A megoldás HR-rend. kölcsönzés és közvetítés belföldön is Európában. HR-rend. Európai megoldás a munkában. Hát ez igen, mert ugye a Volcsik az volt egyfajta stílus, hát olyan Miskolci, majd sikerül valahogy. Tehát a... én például mindig próbáltam nekik mondani, hogy a stoppig írják már fel a gyorsaságot, tehát úgy Ferinek ez nem mindig sikerült, hogy volt, hogy fölborult a stoppba, meg megérkeztek, hogy állakott állnak ott az emberek. És, ugye a, a Gil egy másfajta stílus képviselt, így a kettő között, és a mondjuk a Takácsi az meg megjött a felvonulási térre egy overálba, egy kis mokaszíncipőbe, hónalatt a kis táskával, a kis föld alatti van, aztán utána megvert bennünket. Tehát, hát de tényleg Takácsi is zseniális kezű volt, és nem csak volt, mert ugye... egy ilyen kis csendes kébe ott néha megszólalt mondjuk fél óránként, miközben a többi meg állandóan sztorizott meg Dumát, aztán a végén meg néztük az időt, és nem értettet, és hogy igazából ez volt Gillivel, utána mentünk kockával. A... Melletted is feszkós volt a gini, Mert nekem itt mondta, hogy olyan, olyan volt verseny közben, hogy eléggé feszül. Vagy ja, te tudtad nyugtatni? Hát, ja, vagy idegesíteni, majd. Utána mentünk Portgavinak a, a kocka az egy sikeres szezon volt, hatból háromszor borultunk föl. És, 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 és utána mentünk Suzuki-val, ami egy ilyen Nekem akkor volt egy balesetem, hogy 9 hónapot kórházban voltam. Na, de az nem versenyen függött. Nem, csak így kaszkadőrköt Előtött egy autó. Értem. És ja, pont kiszöktem a kórházból ide a mecsekre, 70 helyre, azt nagyon szerettem, aztán igen, neked az Én majd áttérünk, hogy akkor, ez uh, nagyon emlékezetes hely. Akkor is felborultunk Giniven, úgyhogy... Hát kórházba jötti 70 re meg 70 re menti kórházba Na, is, menti ugye? Vissza Tehát vissza volt, vissza oda, oda működött. Volt, vissza, vissza volt a egy kis hiszti belőle utána, mert uh, valami sztorit találtam, hogy De megtetted. És utána mentünk egy, egy Suzuki Swift-tel, ami egy, egy új fejezet volt így a Brigán, Igen, hát azért ez egy menő autó volt, amikor az bejött így a ladák minden közé azért. Persze, nyilván. hát ment a mérei Lajos bácsi elé, mi mentünk a, a valattunk neki két percet a morván, utána jött három egyenes gyorsasági, aztán utolért, hát most a ziguli ment 155, vagy mennyit ment, mester úr? 162 volt <sítható> a számított érték. Igen. 7000 -e Swift meg kiló 80-90? Meg a kis gumival. Mert egy főiskolára jártunk, csak Pisti többet járt, tehát mert nekem ezek a számítások, hogy <laughs> meg a... Én is elvégeztem csak. Meg a Hútter Iván. Út, ő vagy... nagy <laughs> Ő volt a nagy mérnek, még szintén hát igen. az Iván az ilyen kanyarokat kiszámolgatott, hogy mennyivel igen. kell belemenni, meg milyen áttételne. Igen. De hát eredményes is volt, hát ő is magyar bajnok volt ebben a kategóriában. Hát igen, most képzeld el ezt a stílust, mondjuk amit a, a volánosok, hogy ott számítgattam, minden, meg mondjuk felét volt, hát ez meg... <laughs> <laughs> Örültek, hogy jártak arra a verseny. <laughs> Nos, Pici, nálad ugye van ez a Travantos sztori, amit ugye mindjárt az első versenyek egyikén fejre is raksz, nem? Ö, második évben. Második évben? Második évben, igen, fejre. De, de az első, első, második verseny is érdekes volt, mert Ennes strabant volt ráadásul, rendkívül erős volt, és gyors. És annyira háttal ültünk a moziba, hogy gyakorlatilag úgy fogtam a navigátorokat, hogy nincs kedved beülni. Tehát, hogy, És tréning nélkül Székesfehérvár, Fás Erse, túraverseny, harmadosztály, és akkor volt egy ilyen, hát mentem arra, mert a nyom tartott, mert ilyen legelőn kellett menni, és akkor a barátom, aki ment előtte, az felborult, megálltam, hogy rendben voltak, megyek tovább, és volt egy ilyen nagy egyenes, amiben rengeteg ember állt a közepén egy kilométer után. És mondtam, is, hogy milyen hülyék ezek, mit néznek ezen, és akkor utána rájöttem, amikor odaértem, hogy volt egy ilyen kibetonozott ilyen csatorna keresztbe. Hát nekünk nem volt meg, meg akkor jártunk először, úgyhogy Irénke én itt onnantól ismerem, mert ő csinálta róla egy jó fotót, amikor órán csúszott a Trabant. Aha. <laughs> úgyhogy ez ott kezdődött, és utána a következő évadban rá ás Trabant volt. Igen, igen. Léptünk plusz, plusz, fel, és akkor ott a Debrecenon ott a fangy katamoknál vertünk egy tetőt, talán mi voltunk a 18-ak, akik felborultak abba a kanyarba. Uh -huh. És akkor utána neked, ezután már lada jön egy kereklámpás, ha jól tudom. Igen, és az már másodosztály. Az Tehát... már másodosztály, és akkor onnan elkezdik a pályafutásod. Bár nem mondhatjuk a teljesítetben azt, hogy miből lesz a cserebogár, mint itt a kis csodafiúknál, mert, mert azért neked annyira nem jöttek így az eredmények a Rally 2-be. Uh -huh. Tehát nem. ilyen 5., 6. hely, igen, de nem lettél bajnok. De abszolút nem, abszolút nem. Hát Rally 2 kategória második vagy harmadik lettem végén, de úgyhogy mm. csak azért, mert kizártak például itt a mm. Szekszádranin. Az, mm. már, az már 07 es volt a kereklámpással. Igazán gyenge kocsim volt, meg annyira ültünk a moziba, hogy katasztrófa. Tehát hogy egy picit is, ha így visszatekintek, nem is értem, hogy mit kerestünk ott. Tehát, hogy 1006 os diffú volt a kocsiba, fogalmunk se volt róla, ezer es motor, három szériába mentünk, Igen. semmi esünk nem volt, Igen. mikor tehát a kisferi, a balatonyi, és sorolhatnám. Tehát, hogy voltunk, Igen. vagy 50 vagy 60-an voltunk abból a kategóriában. Igen, Igen, Igen. Ilyen negyedik, ötödik, hatodik hely volt a legjobb, amiket el. Igen, 1989-90-ről beszélünk egyébként arról az hogy a Igen, Igen, Tehát, hogy annyira jó volt az autónk, hogy pont egy Veszprém rally előtt néztük, hogy harmadikban leforgattam 7000 8000 ig mert valami körülbelül kiszenvedett ennyit, el, elván szorgott 125-ig a kilométer per óra, átváltottam negyedikbe, és stabil 110-re visszament. <laughs> tehát, hogy ilyen autóval nehéz versenyezni. Ja, de hát azért kivártad te is igazából a sorsodat, mert hát ugye az 18 év múlva. Minden tőle számít, hogy 18 év múlva azért beúszod az abszolút bajnoki cím. Mert Nem ugrunk ekkor csak azért mondom, hogy, hogy kellett ehhez kitartás. Hát nem, elég sok szenvedés volt, különösen az elején. Igen, De igaz. nagyjából rátaláltunk a fonára, hogy merre kéne menni lényeges a gumi is, amiről pont itt Timi beszél, hogy én is az Afirban dolgoztam, találtam ott négy Viktóriát, Danubiának hívták, négy ilyen román gumit feltettem, igen, nagyon igen. jó lesz van rajta Nagyon legendás gumik voltak, ezt mindig volt. emlegettem, és hogy megláttam a dácsiákat, a románok jöttek a bbk és ezekkel a gumikkal mentek, érted, ezerre lefelé kazárnak. Rettenetesen rossz gumi. <hállt> <hállt> én a dolgoztam, a bocsánat, itt közben, Mondj, nyugodtan, hát úgy is dolgoztam, ott kezdtem a pályafutásomat, mint autószerelő és ugye hát a indult ez a történet, és a Victoria gumikat, amit itt Gariba gurítottak, Igen. azt a raktár, és hátulra a slalomra az marha jó volt, no, úgy égett, mint a rejszták. Komolyan, driftelni lehetett vele mindenfajta sper nélkül, mert annyira, annyira nulla volt a gumi. Igen, tudom, mentem ilyennel, úgyhogy tudom. <laughs> No, és neked ugye az a helyzet, hogy így a 80-as évek elején, mondom, el, én úgy tudom, hogy 83 körül ugye befejeződnek ezek a slalom dolgaid, amit egyébként meg is nyersz, ha jól tudom. Nem, második lettél. Második lettél? Miért? Ja, volt ott is valami sztori, nem? Miért lettél egy, második? Hát, mert, mert... Mert második lettek, lettél? megvertek. 21 század de hát kikaptam. mert hát ez okay. gyakorlatilag ilyen döntő volt. <síthat> Hát nem is tudom, hogy épült fel a akkori eh, szlavonbajnokság. Lényeg a lényeg, hogy a döntőbe, most le se akartam menni, a barátom beszélt rá. Uh -huh. hogy, hogy Megyem, mondom, marha messze van, hát nem, nem megyek. Aztán végül is lementem, így lettem évvégén kategória második. Tehát, eh, nyolc De rá egy év. évre már jöttek neked is a túra versenyek. Hát, jött a Rally 2, azt akkor már Rally 2 volt, vagy nem? Na, még túra volt, Túra úra 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 volt, ja. Csak neked 1005-ös ladád volt. Nem az az édesapámnak. Ja, ez, ez, ez ami felett áldozva a szlalomversenyekre akkor. Igen, erről is van, egy, mindenről van valami történet, de nem akarok elkalandozni. Lényeg a lényeg, hogy a, az egyik kollégám a Klapka utcában látta rajtam ezt a fajta érdeklődést, őt érdekelte nézőként, ugye ez a sztori, és volt egy 1200-es száz éves zsigúly, azt mondja, egy szép napon előállt a gondolata, hogy akkor építsük meg Rally 2-be, illetve a túrába versenyautóként, úgyhogy így, így indult 84-be. Uh -huh. Úgyhogy hát ott nagyon komoly nehézségek voltak, meg akárhányszoké mentünk tréningezni, többnyire a komplet elejét le kellett vágni. Tehát marha nagy volt az önbizalom, és nagyon kicsi volt a tudás. Ez, 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 ez majdnem egy éven betelt, amire hát a rally egy nagy önismeret. Tehát, igen. Ha valaki túlvállalja magát, abban a Oké, okay, egy évet betelt, de utána alig egy éve eltelik, és 1985-ben te vagy a Rally kettő abszolút így, bajnoka. Így van, így van, így van. Volt egy navigátorváltás, mert ez a srác Bíró Andrásnak hívták egyébként, akivel 84 ben mentem. Ennek úgy láttam rajta, hogy úgy elege, elege lett ebben a dalakban. Félt alapvetően uh -huh, a szegény uh -huh, nem él. Uh -huh. uh, és akkor gyakorlatilag uh, Lenninszki karcsi ült be mellém. Ott van első voltak uh, részeredmények, de alapvetően uh, nagy sikerül nem tudok beszámolni. <gül> <gül> Tehát uh, Ilyenek voltak, hogy elkeveredtünk etapon, itt a, uh -huh. a mecsek uh, rallén. Etapon elkeveredtünk, és vasas felé mentünk el, most ott jött Lé. egy vali egy, <laughs> és kim volt a Trafipax. Nekünk jobbra kellett volna menni a Pécs felé, és a busz megálló mögött ott állt a trafipax, és ugye megállítottak. Soha nem felejtettem, el, már észre. Ebből alatt. tudtátok, hogy rossz irányba ment. Igen, innen nyilvánvalóan vált. Potyogtak a könnyei, ott állt a rendőrrel együtt a sportbíró, és potyogtak a, 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 a erre a, a, könnyei, és azt mondja, milyen a szememben érzett, hogy mondja, Pisti, odaadja, mármint a menetlevelet. Hát uh -huh. mondom, mit tudunk csinálni? De én abszolút második helyen lettünk volna, ott ismertem meg a golyót. Az is egy elég kemény kategória volt. Ez e per B volt, vagy S19? S19, szerintem -19. akkor még úgy hívták, igen. Varga, Cigány, szóval voltak ott, voltak ott, nagyon kemény, nagyon kemény társaság volt. Aztán jött a következő év, és ott kisimultak a dolgok. Tehát rájöttem, hogy rengeteget bügyköltük az autót éjjel-nappal, és ebből úgy elegem lett. És akkor, akkor azt mondtam magamban, hogy vagy többet kell tréningezni, és finomítani kell a dolgokon. Tehát nem csak azért kell tréningezni, mert gyorsabbá akarja tenni az ember a dolgokat, hanem hogy biztonságosabb legyen. Tehát ezt nem is értem, hogy most hogy lehet kettőből, háromból ilyen autókkal, erőtösökkel gyorsan, semmit felfoghatatlan. Műsorunk együttműködő partnere a Lisztes Trans. Bontjuk, visszük, építjük. No, és akkor elékezünk oda, Tamás, hogy Tóti, mivel összeültök, nem? Mert neked is elindul ez a pályafutásod, hogy Suzuki-ba debitáltok, ha jól tudom. Ugye? Az volt az első közös autótok. Hát... Ezt láttam, A a Vártam, vártam. segíts 91-ben a Gini-vel mentem, és... Ne a gázsit neked fizetem ki. Igen, mindig így pénzt, 91-ben a... A Ginivel mentem, és abban az időben nagyon szokatlan módon egy ö, támogatót sikerült találnunk, aki aki Regulus néven üzemeltetett egy KFT-t, és ö, ezt a verseny támogatást kitalálta magának. És akkor Gilivel mentünk még két külföldi versenyen, Ausztriában és Németországban, utána pedig a, a Magyar Bajnokságban indultunk még két versenyen, mind a négy futomat megnyertük. És akkor ez, a, ez, az Egyesületnek a vezetője, ez kitanálta, hogy valójában egy Egyesületet kell csinálni, mert hogy ez csapatsport, meg minden, abban az időben azért nagyon komoly csapatok voltak, és ennek a szakosztálynak engem neveztek ki vezetőjének, ugye? Hát ez az írni, olvasni Igen. tud a napon. <síns> <síns> és hogy állítsunk össze egy jó, jó versenyzői brigádot, ugye Gilinek meg volt a kockaladal, amivel előző évben mentünk, úgyhogy sikerüljön túladni rajta, ezért kitanálta, hogy a volt Feri legyen a pilóta. Úgyhogy lementünk az avas délre, Ferinek fölkiabáltunk a harmadikra, hogy hello, de tényleg így volt. De tényleg így volt. Aztán, úgyhogy Feri lett az A1003-as pilóta. A, az A1006-ba mondta Feri, hogy hát van itt egy passzúi gyerek, aki szokott lejárni a bükkbe autózni, mert náluk nincsen kanyar, Debrecenből kicsi Úgyhogy az lett, úgyhogy már így voltunk hárman, el tudtunk indulni csapatbajnokságban a Salgón, ahol a Ginivel mi megnyertük a kategóriát, az Attila talán második lett, a Feri azzal a gumi, mert hát, ígértek neki gumit, csak ott ilyen fizetésé, nem érkezett meg az utalás biztos. És a, azzal a gumival mert... Abban az időben lassúak voltak a bankok, ezt kétségtel. Ja, hát főleg, nem volt rajta pénz. És akkor, és akkor, a Feri pedig egy ilyen nagyon nyálkás idő volt, és, és az Ázs végzett valami abszolút tizenvalahanyadik helyen, így megnyertük a csapat bajnokságot, amitől az ember még jobban elkesedett. És, és aztán a próbáltuk egy kicsit azt a csapatot még megnevelni a gini mellé beült a navigálni ugye ő sokkal tapasztaltabb volt mert egy nappal idősebb mint én tehát így <laughs> rengeteg tudott navigálni és hogy kit találjunk ki pilótának én ugye javasoltam Varga Zolit <laughs> ez egy elég tartalmas kis meccs volt és igazából Tomi volt az akit be az ember még... De te akkor már ismerted a Tomit? Vagy igen, akkor ismerted meg? Igen, sajnos. Hát ismertük korábban, ismert <síns> Sanyival, és meg <síns> tudod, akkor a tréningek nem ének voltak, hogy kettőt mész rajta ötvennel, hanem egy héttel előtte előtt lementünk, szüksz... és akkor próbáltunk rákészülni, hogy... Néha gyorsabban mentettetek tréningen, hát, mint igen. Tudom, a, a versenyen. <síns> <síns> ja. igen. igen, és akkor, akkor képbe került a Tomi és sajnos 91-ben volt, hogy <kül> a ez a tragikus baleset megjön mm -hmm. békében, és utána ö, próbáltuk ezt összehozni. Abban az évben egyébként egy kicsit ilyen nehéz volt, mert a, az utolsó versenyekig ö, esélyesek voltunk a csapatbajnokságról, ami akkor nagyon sokat számított, és oda 23 évesen mentél be, voltak ilyen csapatvezetői értekezletek a verseny előtt, és akkor ilyen Csizmadia Gabi bácsi, meg a Mester Pista, meg ilyenek. Hát így, mindig ők hát ilyen yeah. nagy rali szakágvezetők vezetők voltak, yeah. Yeah. és aztán engem oda beküldtek, és hát úgy nehezen értették, hogy mi megvezetjük a csapatbajnokságot az utolsó versenyig a, a nagy állami csapatokkal szemben, úgymond. Aztán mégis másodikok lettünk, mert itt már egy kicsit elvérzett a mecsekre úgy nagyjából minden. Uh -huh. És utána az év végén ö, jött az, hogy ö, a Gili kiszállt a suzuki amit mi megkaptunk Tomival, és, ö, és a Gili pedig utána ment a Volkswagen golf a következőben, és ezzel a Suzuki-vel elindultunk 91-ben a Rally-n. Az volt az első közös? Igen. Hát és így emlékszett más? előtte... Jó. mentünk itt a meccseken előfutóként egy 9-11-es karrier. Ezt, négy ez szíves, igen, ezt a sztorit, ezt mondjátok el nekem, Oda az Antal ugye? Hogy volt ez? Mert? Mi történt ott? Hát ennek a cégnek az osztrák ügyvezetője, vagy nem is Annyi. tudom, valaki volt, és, és, hogy itt ezt a hogy miért megyünk ilyen szarokkal, neki meg van egy porséja. És akkor, hogy hogy lehet ezzel a porséval menni? És hát előfutóként Jelen Pista megbeszéltük, oh, Igen. Annyi, hogy a Tomi beleült, a csávó mondta, hogy még a szállodáig vigyük el, majd jön le. Aztán utána mondta, hogy ő nem akar jönni. És hát sok minden nem tudtunk róla, tehát most porsét, tudom, láttunk az autós kártyában. Vagy, tudod. Aztán, hogy közben kiderült, hogy ez összkerekes volt, mert kijött az árakból az antalféban, meg, meg hűtöttem, hogy... Hűtöttem, mint a a... hűtöttem, mondom a turbót, hűtöm vissza. mert a verseny végén mondta, hát ezen ne, mert Hó, oda, oda, jött a jutasi, tudod, ő Bécsben bégz, élt, látott már Porsét, és akkor mondta, hogy minek hűtitek, hülyék, nincs is benne turbó. De, de hát most mind ilyen nagyon jó gyerekek voltak. És akkor utána ezt Igen, a 91-ben ezen a szemperéten indultunk, megnyertük a kategóriát, válogatott autóversenyzőként, akkor még ilyen is volt, meg edzőtáborok. Igen. Igen. Nem csak salakmotoron, hanem raliban is volt edzőtábor. 92-ben mentünk egy teljes szezont ezzel a Suzuki-val, háromból három versenyt megnyertünk, és ezzel megnyertük az N2-es bajnoki címet. Ami Te ezekre a... emlékszel? Oh, nem. Most ha jó, azért, mert, azért Köszönöm. majd kell tőled is hát pár a tenk, szó, ebben a tenk, az két, az... És utána 90 kettő akkor átneveztem A7-es kategóriába a Suzuki-val, mert igazából ott is jó időeredményeink voltak. Gondoltam, hogy van még hátra három verseny, és megnyerjük az A7-et is. Akkor mi ugyan, Hú, nagyon de nagy kalkulátor bizalomban. voltál. Hát jó, számoltunk persze. Egyébként meg tudtuk volna nyerni, csak nem engedték, hogy induljunk benne. Aha. Mert, hogy... Egyszerre két bajnokságot nyerni egy évben, ugyanaz az, az autóval, de? Ja, igen. Tehát az akkor még talán sikerültett volna, most már az egy is nehéz. Ennyi félt első epizódunkban. Köszönöm szépen, hogy itt volt a stúdióban Turi Tamás, Tóti Spic Spitzmüller Csaba és Bense István. A talk felvíterei az impozáns Kodály központban készülnek. Világszínvonal Pécsett.